Sokkal kevesebb külföldi jár letenyére tankolni a kormány múlt héten bevezetett intézkedése óta. Mint ismert, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy május 27-től csak magyar rendszámú autók tankolhatnak a magyarországi benzinkutakon rezsicsökkentett áru üzemanyagot. Farkas Szilárd letenye polgármestere elmondta, hogy jelentős javulás tapasztalható az elmúlt napokban a határmenti település benzinkútján. Letenyén korábban órákig kellett várni a tankolásra, március közepén Híradónk is beszámolt arról, hogy számos külföldi állampolgár jött át a városba, ezzel kellemetlenséget okozva a helyieknek. Farkas Szilárdtól megtudtuk, hogy még a szabályozás bevezetése előtt is tucatjával érkeztek Horvátországból a letenyei töltőállomáshoz. Horvátországban is értesültek a jogszabályokról, hiszen nagyon gyorsan hatályba léptek az üzemanyag vételezéssel kapcsolatos kormányzati központi intézkedések. Valóban az azt megelőző kettő napban tumultus volt a benzinkuton, sokat kellett várni. Elmondható az, és saját magam is meggyőződtem a helyszínen, hogy mind Nagykanizsa irányából, mind pedig a Letenye belvárosa irányából állt a sor a bekanyarodó sávban, tehát kettő és fél órát kellett valóban várni. Stábunk kamerán kívül több letenyei lakossal is beszélt, ők úgy vélik, hogy meglátszik a szabályozás hatása, de még mindig érkeznek külföldiek a benzinkúthoz tankolni. Az utóbbi napokban olyan hírek láttak napvilágot, hogy sokan megpróbálják kicselezni a jogszabályt, ám Farkas Szilárdtól megtudtuk, hogy a trükkök sem segítenek abban, hogy egy nem magyar jármű tulajdonosa olcsóbban tankoljon. Ha külföldi rendszámú gépjármű érkezik, mondjuk Horvátországból, akkor, és ő kannában tankol, maximálisan ugye 20 litert lehet most kannában vételezni, köteles akkor is bemutatni a forgalmiát az autójának, független attól, hogy ő nem üzemanyag tartályba tankolt. A hatósági üzemanyagár nem vonatkozik azokra a magyar állampolgárokra, akik külföldi rendszámú autóval rendelkeznek, mivel a tankolás során az autók forgalmi engedélyét veszik figyelembe.